A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Jó estét kívánok, sok szeretettel köszöntöm a kezdőkör nézőit és hallgatóit. Ki lesz a kapus, hova juthat a válogatott, ne vudúzz az öltözőben, és egy fehérvári legenda emléke. Nagyjából próbáltam most így összefoglalni azokat a témákat, kicsit talán talányosan, sejtelmesen, amelyeket szándékaim szerint érintünk a mai adásban. Persze többször előfordult már, hogy valamelyik témát olyannyira rágtuk, csócsáltuk, hogy a többire nem jutott idő. Meglátjuk, hogy ez így lesz-e ma is. Minden esetre érdekességek vannak az elmúlt hét, az elmúlt napok történéseiből. Úgyhogy el is kezdjük mai vendégeinkkel, akik egytől egyik már régi motorosok itt a kezdőkör stúdiójában. Köztük Ferenci Nagy Levente, aki egyébként fiatal ehhez még, de már visszatérő vendég, és hát kicsit biztos nagy megilletődött itt, hiszen ilyen nagy mogulokkal ülhet egy asztalnál, mint Mátai Balázs, illetve Horog László. Rajtam kívül ki még? Úgyhogy egy kicsit ez a generációk csatája is lesz, de hát hozzászokhattak már a kedves nézők is, hogy azért Levinek is megvannak a érdekes észrevételei, főleg, hogyha fociról van szó, már pedig nyilván azzal fogjuk kezdeni a mai adást is. Ezúttal a válogatottról beszélgetünk egy kicsit, mert hogy ugye a bajnokság szünetelt a FIFA időszak miatt, amelyben a magyar labdarúgó válogatott két mérkőzést is játszott, illetve játszik. Ugye adásunk napján tulajdonképpen ma este lesz a Koszovó elleni felkészülési találkozó. Talán ez az, amit kevésbé vár a közönség, bár így is biztos nagyon sokan lesznek megint a Puskás arénában, ami csak nem megtelt a törökök ellen. És hát a török válogatottról mondhatjuk, hogy talán a magyarhoz hasonló helye van jelenleg az európai futballban, a középmezőnyben. Mindenképpen egy jó nevű csapat, és sikerült 1-0-ra legyőzni. Kérdés persze, hogy ez vagy a játék az esetleges kérdések, amelyekre választ kaphat Marco Rossi szövetségi kapitány, fontosabbak-e? Hogy láttátok a helyszínen? Ugye Balázs és Laci, kint voltatok az arénában. Az egészen elképesztő, hogy egy ilyen felkészülési mérkőzést, amelyre azért a világ nagy részén úgy tekintenek, hogy jó, hát ez a szükséges rossz, legalábbis lehet, hogy a klubok igen, de hogy Magyarországon tényleg milyen hangulat övez még egy ilyen barátságos meccset is most, hogy végre van egy sikeres válogatottunk. Gondolom ezt azért ez a teltházas aréna is megint alátámasztotta. Abszolút, hát te mondtad ki a lényeget, hogy van végre egy sikeres válogatottunk, és ugye a magyar sportszerető közvelemény az mindig is szerette a focit, még ha néhányan le is szólták adott időszakban, vagy divat volt rosszat mondani a fociról, mert éppen rosszul ment a szekér, de látjuk, hogy ahogy egy kicsit van olyan siker, amit már tényleg lehet a siker kategóriába sorolni, mert ugye Nemzetek Ligájában majdnem bejutni a fináléba, a négyes döntőbe, azért az nem kis dolog, angol veréssel és a többi. És ugye az Európa-bajnoki kvalifikáció is úgy sikerült, ahogy, tehát jól. És most már tényleg egy török válogatott ellen, vagy egy ilyen közepesen erősnek minősíthető válogatottal szemben, mondjuk így, mert azért még a világ elit, a brazil, argentin és a többi francia, ezek ellen még azért nagyon kell kapaszkodnunk, de már nincs a világon szerintem olyan csapat, aki ellen úgy megyünk fel a pályára, hogy nem megni kellene a lábnak vagy a gatyának rajtunk már. Mert volt egy időszak, amikor válogatott futballisták mondták, hogy az volt a baj, hogy már úgy mentünk ki, hogy már eleve teli volt a naci. Szóval van egy jó csapatunk, és jön a teltház, az emberek mennek, özönlenek most is, tehát hihetetlen volt látni a teltházat. Érdekes összevetés lehet valóban korábbi válogatott. Előtt egy tesztkérdés, Levi, te tudod, hogy most melyik válogatottnak van a leghosszabb veretlenségi sorozata éppen a világon? Válogatottnak. Hát talán nem merem kivondani, hogy a miénknek. Alakulhatott volna úgy, hogy a miénknek, mert az a válogatott, amelyik egyedül előz minket, az egyébként a héten ugyanazon a napon Európában játszott felkészülési mérkőzést, és nyert, ez pedig a kolumbiai. Jelenleg Kolumbiának van a leghosszabb válogatott veretlenségi sorozata, ami talán meglepő, ha már arról beszélünk, hogy a világ elit, mert őket se oda számolják, bár ha nekünk lenne egy Luis Diazunk, azért nem morzsolnánk el a könycseppet a szemünkben.
Szóval, hogy Magyarország és Kolumbia jelenleg a két leghosszabb veretlenségi sorozata büszkékedik, ami megint csak felveti persze, hogy ennek mi jelentősége van, de azért így tegyük hozzá, hogy ebből a 13 mérkőzésből 8 tétmeccs volt, tehát a magyar válogatott nem csak a felkészülési meccseken őrzi egyelőre a hibátlan mérlegét, most már jó hosszú ideje. Igen, az aranycsapatnak volt ennél hosszabb mérlege, nem mostanában, és aztán volt Bicskei Bertalan második kapitánysága idején, akkor 40. helyen voltunk a világranglistán, többen mondták, hogy azért volt ilyen veretlenség, mert tudatosan választottunk gyengébb ellenfeleket, ezt tagadta, mondta, hogy ez nem igaz, ott is voltak jó eredmények, igazából világversenyre kijutásra nem nagyon volt esélyünk. Érdekes, Rossi csapata azt tudja, amit korábban az elmúlt időszakban a kapitányok együttesei nem, hogy gyengébb játékkal is meg tud verni erősebb ellenfeleket, nem csak az angolok és a németek elleni nemzetek kupája, hanem ez a szerb csapat és a legutóbbi selejtezőn azért az, én úgy gondolom, hogy feltétlenül, ha nem is jobb, de legalább olyan. Egyénileg szerintem jobb játékosok, csapatként nem voltak Pixi, Stojkovic, talán kevésbé rakta őket össze, mint Danunk Rossi, de az biztos, hogy ez a törökök elleni meccs nem volt egy kiugró jó mérkőzés, nem domináltunk, de végül is találtunk egy 11-es gólt, egyébként szabályos volt, tehát tulajdonképpen ott kezezés történt, de az biztos, hogy nem volt olyan a játék, mint én azt hittem, sokkal nyíltabb mérkőzés lesz, és talán többet lesz nálunk a labda, de megnyertük, tulajdonképpen ennek most nincs jelentősége barátságos meccsen, de mégis van, mert nyilván a világrangista helyek szempontjából meg egyáltalán a lelkünknek is jót tesz, úgyhogy én úgy gondolom, hogy Koszovorán is nyerni tudunk. Ugye Levite, hogy a vidi meccseket a táborból nézett, tulajdonképpen az a generáció vagy, aki még tud élni, halni, meg szurkolni teljes hangerővel és szívvel a fociért, hogy vagy a válogatottal, mert nyilván egy kicsit nézi az ember, majd beszélünk arról is, hogy ebből a vidiből jelenleg kinek van esélye reálisan mondjuk válogatottban szerepelni, de egy ilyen mérkőzésen itt valóban a jó játékot vagy a győzelmet várja el a szurkoló. Hát szerintem nincs az a szurkoló, aki ne a győzelmet várná el. Nyilván a hangulat is egy nagyon fontos eleme egy mérkőzésnek, de hát most ki az, aki veszteni, vagy a vesztes hát ilyen mérkőzéseken még mindig rá lehet jó, fogni. Mondjuk a Vidinél hogy... is volt egy időszak, amikor úgy jártunk, hogy már tudtuk, hogy valószínűleg nem fogunk győzedelmeskedni. Hát igen, talán az idei év az abból is érdekes, hogy végre úgy mehetünk egy Európa-bajnokságra, hogy... Talán egy komolyabb eredményt is elvárhatunk majd a csapattól, és még kimerem azt is mondani, hogy talán a 64-es csapat eredményeit is elérhetjük, amikor ők bronzérmesek lettek, azért ez egy kicsit már nagy elvárás, de ki tudja. Szóval ez a 13 meccse tartó, ugye 13 meccse nem kaptunk ki. Veretlenség, ez számomra nagyon meglepő, főleg, hogyha most visszagondolunk, hogy 4 éve vagy 5 éve mi volt itt Magyarországon a futballal. Az egyetlen szomorúság nekem, hogy a csapatban már csak egy vidi játékos van Tóth Balázs személyében is, hát ő se kezdőként, illetve még egyelőre lehetőséget csak kapott, de remélem, hogy erre hamarosan sort kerít a szövetségi kapitány Márko Rossi. Hát a vezetünk kapitány... 3-0-ra vége előtt 5 perce be fogja hozni, tehát gyakorlatilag semmi más nem kérdezzek Márko Rosszitól, mint a kapus kérdést, mondjuk ebbe Tóth Balázs speciál nincs benne, hiszen jelen pillanatban ugye a nagy kérdés, amiben mindenki állást foglal, mindenki határozott véleményt nyilvánít, hogy Gulácsi vagy Dibusz legyen a kezdőkapus. Hát akkor fussuk meg mi is ezt a kört. Megmondom őszintén, én ugyanúgy szubjektíven tudok véleményt mondani, mint mindenki más. Én ám Gulácsi a válogatott első számú kapusa, főleg azért, ami pályafutás mögötte áll, ez nem azt jelenti, hogy ez az érdeme, hanem hogy nyilván olyan rutinja, tapasztalata, éles helyzetekben szerzett tapasztalata van, ami pótolhatatlan, egy védelem irányítójaként, utolsó mencsváraként, és hát őszintén szóval, hogy azért hétről hétre más színvonalú mérkőzéseken edződik, mint Dibusz, akinek egyébként szintén elismerem az érdemeit a selejtező sorozatban. De akkor én ezzel letettem a voksomat Gulácsi mellett. Ti hogy vagytok vele? Én egészen a múlt hétvégi törökök elleni meccsig azt mondtam, hogy Dibusz. Azért, mert amikor nagyon súlyosan megsérült másfél évvel ezelőtt, vagy 2 éve most már Gulácsi, ugyan a Bundesliga második legjobb kapusának választották Neuer mögött, volt olyan rangsor, ahol az élen végzett. Én nem gondolom, hogy ő lenne a
a Bundesliga legjobb kapus, hogy akkor ő lett volna, és akkor én azt hittem, hogy ő már ezen a szinten nem fog tudni védeni, de aztán visszajött a térsérülésből, nagyon sokáig nem védett, aztán német kupa meccseken, később bajnokikon is, most ismét első számú kapus, és a törököken a mezőny legjobbja volt, elképesztően jól védett. Valóban a hétről hétre a Bundesliga meccsek mellette szólnak, most úgy gondolom, hogy én és őt védetném, holott én az elmúlt fél évben egyértelműen biztos voltam abban, hogy Gulácsi jobb kapus, illetőleg, hogy szerintem Dibusz jobb kapus. Gulácsira nem is haragudtam, de azért, hogy milyen érdekes a világ, hogy az izlandiak elleni 2020-as selejtezőn ott óriási hibát csinált az itthoni meccsen, és ha ott nem jön Négó Lajos, illetőleg a kis Szobi, akkor életen át átkoznánk Gulácsit, mert olyan gólt nem lehet kapni szabadrugásból, milyen tő kapott, de aztán a társak megmentették, utána később az Ervin kimondotta jól védett, és én úgy gondolom, hogy most is szerintem vele fog kezdődni az összeállítás az Ervin, nagyon meglepődnék, ha nem. Hát ugye pont az Ervin a németek ellen volt még egy szintén kardinális rossz megmozdulása, de összességében véve műsor folyamat egyik egy első olyan pillanat, amikor totálisan egyetértek Horog Lacival. hogy tényleg azt mondtam volna én is, hogy Dibusz. De most olyan magabiztosnak láttam a Gulácsit, és annyira visszajött a korábbi majd szintjére. Majd ma este meg magabiztosnak látjátok Dibuszt, és ki akkor tudja. Kezdhetjük előről. Ki tudja. Tehát én azt gondolom, hogy én most nem mondanám azt, hogy én most, ha holnap kezdődne az EB, őt vagy őt védetném. Én azt gondolom, hogy van most két annyira jó kapusa a magyar válogatottnak, illetve egy harmadik, azért Tóth Balást is tegyük hozzá, ő is. De én nyilván... úgy gondolom, hogy Szappanost is ide lehet venni, aki is... volt az a ZT elleni meccs, a két óriási hiba, egy bucka, meg egy mellényúlok, az úgy végtelen jó kapusnak tartom őt is. Tehát ez a négy kapus úgy gondolom, hogy a magyar mezőnyből van, aki külföldön. Tehát a kapus tekintetben biztos jó vagyunk. Laci Paksal elfogult. Tehát azt igen, ezt akarom kérdezni. A Szappanos Kisvárdán védene szóba nem kerül. Hobbitban is jó abszolút. Tehát. Igen. Szóval nehéz lenne most állást foglalni, de most én is azt mondom, hogy Gulácsi. Én meg azt gondolom, hogy lehetőséget kellene Tóth Balázsnak ezeken a felkészülési meccseken, hiszen erre valók ezek a felkészülési meccsek valójában, hogy tesztelhessük a kapusainkat, és azért nyilvánvalóan van két kiváló kapusunk, de nem probléma szerintem egy válogatottnál, meg bármilyen csapatnál sem, hogyha már rutint szerezhetett valaki, mert ki tudja, hogy Gulácsi vagy Dibusz nem fog elesérülni addig, és nem lesz-e szükség erre a kapusra. Hát nyilván ez a rémálom forgatókönyve Rosszinak, ezzel együtt valóban akár Tóth Balázs, akár Szappanos esetében van olyan harmadik számú kapusa, aki előléphet másodikká, úgyhogy mondjuk az első számhoz valószínűleg egyébként végigvéd egy tornát, tehát nagyon ritkán van olyan, hogy nem. Nekem az a gyanúm, de ezt tényleg csak sejtem, hogy amikor egy török és egy koszovói mérkőzés előtt vagyunk, és a törökök ellen teszi be Gulácsit a kapuba, ezzel egy kicsit valószínűleg ő is letette a garast, mert bár most még tényleg néhány órával itt a Koszovó elleni mérkőzés előtt vagyunk, azért az meglepő lenne, hogyha Dibusznak ezen a meccsen kellene bizonyítania, hogy egyébként alkalmas a beugrásra. Vélhető volt, hogy a törökök azért nagyobb veszélyt jelentenek a kapura, de hát abban tényleg egyetérthetünk, hogy bár minden poszton olyan bőségünk lenne, nemzetközi szinten is jó teljesítményre képes játékosból, mint a kapus. Persze ez egy olyan dolog, hogy ti is rögtön említettetek két hibát, nyilván önállik mindenki ezt jegyzi meg, miközben az olyan alapdolgokat, hogy mondjuk hogy mozdul ki egy beívelésre, mennyire úra a kapuja előtt, mennyire nem csak a reflexeire hivatkozik, vagy hagyatkozik. Ezt meg talán csak a szakemberek látják azért pontosan. És akkor beszéljünk arról, hogy majd még másról is, de hogy ha már Tóth Balást említettétek, ugye Fiola Attila is ott volt a stadionban, és nagyon sokan emlegetik őt úgy, mint aki valóban kicsit érdemei elismerése mellett, vagy elismeréseként szintén megérdemelni, hogy kimehessen a harmadik Európa bajnokságára is, nem csak azért, mert a franciáknak ugye egy emlékezetes gólt lőtt, amikor tényleg az egész stadion tombolt, meg egy szegény műsorközlő hölgy asztala is bánta ott a nagy gólörömöt, tehát hogy volt egy ilyen ikonikus pillanat, hanem mert hát óriási küzdő, harcos és egy több poszton is bevethető játékos, aki egy súlyos sérülés és hosszantartó sérülésből talán visszajön. Mennyire látjátok az ő esélyeit, ismerve Rossi válogatási elveit, és azt, hogy ő azért telerakja a keretet olyan játékossal, egy-két helyet leszámítva, akiket rendszeresen használt korábban, illetve akikben bízik. Fiola Rossi egyik alapjátékosa, ezt azért szögezzük le az elején. Ha nem lenne annyiszor sérült ahányszor, már mondjuk lehetne 18-szor több válogatottsága,
ha egészséges lesz, és tényleg azt mondják a Rosszinak az orvosok, hogy figyelj, nyugi, most totálisan rendben van a srác, én egész biztos vagyok benne, hogy el fogja vinni az EB-re. Uh-huh. Egy nagy kérdés egyébként, hogy milyen apróságokon múlnak karrierek. Fiola bejátszotta magát a korábbi kapitányoknál, és az osztrákok elleni 2016-ban megnyert meccsen, a Stieber gólja után 2-0-ra vezettünk, és Fuchs agyonrúgta a 88. percben, úgy csúszott rá, hogy gyakorlatilag menni nem tudott, és előzőleg már aláírás közeli szerződése volt a Hertával. Ez Dárdai Pali is megerősítette, és ő is, és utána maradt aztán a Videótonban. Én nem tudom, tehát a kérdés az, hogy Rossi mennyire gondolja a korábbi hőstetteket kötelező érvényűnek a válogatásnál, hogy miután jó ideje nem játszik az élvonal véletlenül, nem annyit, amennyit kéne, kicsit Rossi ellent mond magának, hogyha kiviszi, ugyanakkor igenis elképzelhetőnek tartom azt is, hogy valóban szerepén. És pont ezen gondolkodtam, hogy itt azért 5-7 évvel ezelőtt volt 5 Fehérvári a keretben, tehát még 16 környékén volt Lang, Juhász, Vinicius, Kiskokó, Nikolic, Fiola, tehát tulajdonképpen akkor ugye még a felső futballistája volt, de az biztos, hogy most már tényleg kevesen vagyunk, én is a kapusunkban nagyon-nagyon bízom, az biztos, hogy Fiola egészségesen hozzá tud tenni a harcosságával, az akaratával, azzal, hogy nem adja fel, tehát hogyha kell, levonszolják a 95. percben, addig akkor is odarúg, ha kell, ilyen tekintetben, de én úgy gondolom, hogy... Hát az a kérdés, hogy ki lehet az alternatívája, mert oké, hogy Rossi egyébként nyilván maximálisan megtiszteli a bizalmával azokat, akik korábban jól teljesítettek, de hát azért neki mégiscsak az az elsőleges szempont nyilván, hogy ki tud hatékonyan is jól működni egy rendszerben, és bár sok jót el tudunk mondani a mai magyar válogatottról, nyilván sokkal jobb a helyzet, mint volt mondjuk 10 évvel ezelőtt, de azért még mindig nem olyan bő a választék, hogy azt mondhassuk, hogy akár Fiola posztján, akár az ő képességeivel szaladgálnak a feljövő fiatal tehetségek. Úgyhogy például, hogyha őt kiviszik az EB-re, az talán egy kicsit kritika is azok felé, akik mondjuk 2016 óta, amióta Fiola ott van nemzetközi tornákon, nem tudnak bekerülni a válogatottba. Hát most a Parma futballistája Botond játszik, igen. Illetőleg pont azon gondolkodtam, hogy 2016-ban Bese jött be, aki most a Vidibe futbolzik egyre jobban, tavalyi szezonban nem tetszett különösebben, most szerintem nagyon megbízható teljesítmény nyújt, pont ezen gondolkodtam, hogy lehetne két fehérvári felfutó jobb hátvéd is, de valószínűleg nem lesz, sőt biztos, hogy nem lesz, de az biztos, hogy nem lesz könnyű dolga az összeállításnál a kapitánynak, mint hogy érdekes, hogy Lang most már stabil kezdő, ugyanakkor a ciprusi csapatában Nikóziában nem játszik annyit, amennyit kéne, sőt minimálisan, és mindig felmerült, hogy klubváltás, hogy megy Törökországon, most Szerbiáról beszéltek, de az biztos, hogy ilyen tekintetben vannak posztok, ahol elképesztő bőségben vagyunk, és vannak posztok, ahol hiányposztnak is nevezhető, ez például a jobb hátvéd, és tényleg egy nagyon nagy kérdés, hogy miként dönt itt. Hasonló dolgot érzékelek én Fiola kapcsán kis átfedéssel, mint Mikler a kézilabdában, tehát szerintem már nem az a kategória, de mégis az érdemvaló tekintettel kiviszik. Fityó egészségesen az a kategória, csak a kérdés az, hogy tényleg mennyi játékperc lesz mögötte, amikor a csapat megkezdi a felkészülést az EB-re. Hát a nagy kérdés valóban a védelemben az, hogy mennyi variációs lehetősége van Rosszinak, mert hogyha a Langra azt mondod, hogy keveset játszik, akkor mit mondjunk Szalai Attilára, aki elvileg Bundesliga játékos, csak én is az vagyok a játékperceket tekintve, ugyanannyira most, mint ő. Bár nem azt a fizetést kapom, de... Jobban keresel? Igen, tehát hogy ő konkrétan nem játszik, aminél nyilván jobb lenne, hogyha valami közepesebb, vagy a Bundesligán egy gyengébb bajnokságban, de rendszeresen játszana. Viszont nem nagyon van, úgy tűnik Rosszinak alternatívája erre. Valóban Balogh Botond itt bekerült. Vannak ugye olyan fiatalok, akik játszanak külföldön, de még válogatottban nem mutatkoztak be. És hát valóban a végére érünk aztán ennek a sornak. A kis Dárdai, aki most ugye bejött, a Hertában alapvetően nem védőt játszik, de játszhat. Willi Orbán pedig úgy tűnik, hogy pótolhatatlan, tehát azért erős imákat kell megfogalmaznunk, hogy az ő egészsége rendben legyen az Európa-bajnokságon. Hát állítólag rendben van, csak nem akarták itt most megkockáztatni, hogy van egy kisebb problémája, akkor az esetleg nagyobb legyen. Szóval visszatérve Fiolára, tavaly az őszi időszakban is voltak gondjai. Nem játszott
kihagyott, sérült volt ugyanez, visszajött, játszott 2-3 bajnokit, és Rossi mindjárt vitte a válogatottba. És ezen a két meccsen jól is játszott oda, és tette magát. Amin aztán ugye a litvánok ellen megint megsérült. Úgyhogy én azt gondolom, hogy neki biztos, hogy lesz helye ebben a keretben, ha egészséges lesz. Azt most itt kijelenteni tutira, hogy biztosan utolérje magát, és egészségügyileg tutira topol lesz, az nem lehet. De ha igen, akkor én azt gondolom, hogy Fiola ott lesz a keretben. Az, hogy most szerephez jut-e az EB-n, és milyen szerephez, azt nyilván Nostradamus sem tudná megmondani. De nem állunk rosszul ilyen tekintetben, azt gondolom, jobboldali védőkkel. Ahogy ugye említettétek, Besélyt is tényleg. Szóval ahhoz képest, hogy tavaly ilyenkor azt mondtam volna, hogy adjátok mindegy, hogy kinek hogyan ingyen, vagy csak menjen. És most egészen jól összeszedte magát, annyira, és jó. Annyira nehéz, nem fogom kibírni, hogy nem mondjam, hogy be se kerül a keretbe, mert sajnos be se kerül a keretbe, igen. Nem, ő már nem fog. Nem szabad nevekkel viccelődni, de... Ő már nem fog, igen. A korrepet, egyre jobban van kerül. Levi már mondta, hogy hát itt akár ilyen egészen nagy dolgokban is reménykedhető. A szurkolók nyilván megteszik. Azért elnéztem ezt a hétvégi meccs özönt, ugye volt egy angol-brazil a Wembley-ben, és volt egy francia-német mérkőzés talán Lyonban, amiről ugye eszembe jutott, hogy itt ennél az asztalnál is még a sorsolás előtt elhangzott, hogy kapjuk csak a németeket az első kalapból, évek óta krízisben vannak, az edzőt kellett váltaniuk, nincs önbizalmuk, stb. Én akkor is azt mondtam, hogy egy német válogatottal Németországban világversenyen találkozni, hát ez az utolsó, amit én kívánnék magamnak. Most a németek megverték a franciákat, ami lehet mondani, hogy csak egy felkészülési mérkőzés volt, de úgy gondolom, hogy ez is kijelöli azt, hogy azért ebben a csoportban a németeket nyugodtan fölemelhetjük a másik három csapat fölé. Itt a nagy kérdés az lesz, hogy tényleg Svájccal és Skóciával mire megyünk majd. És hogy ebből kiindulva miben reménykedhetünk reálisan? Levi, miben reménykedünk? Hát minden meccsen győzelemben reménykedünk, ez nem kérdés, Zoli. Jó, rendben van. Igen, ez a hurrá optimizmus jó egyébként, de annyira halálcsoportnak érzem egyébként ezt a mi csoportunkat. Végül is a franciákkal mi is játszottunk egy döntetlen, és az EB volt, nem egy barátságos. Tehát a házigazdát azt azért mindig jó elkerülni alapból szerintem. És a németek amúgy sem gyengék, tehát azért nehogy azt abba a hiszemben ringassuk magunkat, hogy itt bármiféle nagy sanszunk nekünk lesz. Úgy kell hozzáállni, hogy mind a három ellenféllel szemben, ahogy szoktunk egyébként rossz érájában, nem mi vagyunk az esélyesek, de megmutatjuk, oda tesszük magunkat, tegyük ki a gyepre, amit tudunk küzdelembe, mentálisan főleg, akkor meg lehet csípni a továbbjutást, de hogy nem mi vagyunk az esélyesek, az egész biztos. Érdekes ez, mert... A németek hazai pályán nem lehetnek igazán rosszak. Tehát a 2006-os VB-n a Klinsmann, Jogi Löw duóval lettek bronzérmesek, és ott felvetett bennem kérdéseket szintén, hogy a kapus Király Gábor végigvédte egyébként a 16-os helyvét, és nem adott meccset Gulácsinak. Itt nem tudom, hogy itt hogy van egy öltözön belül, erről nem beszélnek, milyen hierarchia van, hogy a két kapus ezt hogy oldja meg. Itt megint kíváncsi leszek az EB-n. És aztán ott például Jens Lehmann volt az első számú kapus, és a Bayern Druckerek nagyon követelték Oliver Kahnt. És a bronzmeccset a portugálok ellen, amit aztán Schweinsteiger nagyszerű játékában 3-0-ra megnyertek. Olyan neveket mondasz, hogy az ember rögtön el, hogy miért imádja a német focit. Tehát tényleg Kahn, Lehmann, Schweinsteiger, és Jens Lehmann a bronzmeccset odatta Oliver Kahnnak. Tehát rendkívüli, nem volt egy különösebben szimpatikus pali. Szerintem a bronzmeccset lehet, hogy Gulácsi is odaadná Dibusznak. Igen. Már nekünk a bronzérem az egy kicsit fontosabb lenne szerintem, és mint a mindenkori német. A németek nem lehetnek rosszak, és a franciák jó közökezdésből rögtön a kezdés után gólt lősz, és utána ez alakítja a játék menetét, de az biztos, hogy a német nagyon rossz nem lehet. És ráadásul mondom, Jogi Löw 2010-es VB bronz, a 14-ben elképesztő játéka lettek világbajnokságon, aranyérmesek 18-ban. Nagyon rossz szereplés. Ez a legutóbbi EB-n már ezt ajándékba kapta a német szövetségtől, korábbi érdemi elismerése mellett, de az már egy szétesett német csapat volt. Itt aztán... Hétvégén ez a francia és osztrák gyerek, tehát ez a rúgtam egy gólt 8 másodperc alatt, ezt csináljátok utána, és akkor másikon a fog meg a söröm. Nem tudom, láttátok, hogy 6 másodperc alatt rúgtak gólt a szlovákoknak az osztrákok, úgyhogy elég érdekes dolgok alakultak. Nem tudom, én úgy vagyok vele, hogy valóban akkor szokott előfordulni egyébként, hogy kapusposzton változtat egy edző egy tornán, hogyha mondjuk van egy olyan mérkőzés beékelve, ami már nem sok múlik. Szerintem kiegyeznék az, hogy megverjük Svájcot meg a németeket, és akkor a skótok ellen hadd védjen a második számú kapus,
de hát erre azért őszintén szóval nagyon sok esélyt nem látok. Ez egy olyan csoport, hogy tulajdonképpen németeket kivenném én is a rendszerből a megverhető csapatok közül. Svájc egy picit talán jobb nálunk, legalábbis a világversenyeken elért eredményei kapcsán. A skótoknál szerintem jobbak vagyunk, de ugyanakkor kikaphatunk Svájctól is, és kikaphatunk a skótoktól is. Tehát ugyanakkor meg is verhetjük őket. Én úgy gondolom, hogyha németek nyernek, egy győzelemmel, egy döntetlen és egy vereséggel szerintem csoport harmadikként tovább lehet menni. Ezt én most aláírnám, tehát legyen 4 pontunk, és úgy gondolom, hogy azzal tovább lehet jutni. És akkor jöhet a maximális, kimaxolt egyenes kieséses szakasz. Találkozunk a belgákkal, és kikapunk 4-0, mint Toulouse-ban, de nem valószínű. Úgyhogy én nagyon-nagyon bízom, tehát én úgy gondolom, ez a válogatott érett arra, hogy tovább éppen is hét a csoportból. Nyilván dobogó közel, én azt nem gondolnám, de majd ezt Levi számon kívül rajtad. Hát a dánok is nyertek már EB-t, a dánok a strandról visszatérve, ugye nyertek a görögök totál esélytelenül, ki tudja. Nem pont ez a szimpatikus ebben a válogatottban, hogy bár minden meccsre úgy mennek ki, hogy győzni akarnak, mégsem látjuk azt, hogy nagy képűek lennének, hanem mindenki ellen alázatosan mennek ki. Szóval ezért látom azt ebben az EB-ben, hogy talán lesz komolyabb esélyünk. Én szerintem mind a Svájc, mind a Skócia egy verhető csapat, és a németek ellen is el tudok képzelni, simán egy döntetlent, ami legutóbbi EB-n is sikerült elérni. Hát így az ifjú lendület az most akkor tovább is lökte a csapatot a csoportkörből. Mondjuk a nemzetközi fogadó irodak 1,2% amúgy nem irreális, tehát körülbelül valóban ennyi az esélyünk. De 2004-ben a görögöknek szerintem ennyi se volt, az EB előtt, aztán hova jutottak, de hát persze tudjuk, hogy csodák azért ritkán történnek a sportban. Jó, hát a foci témáról tovább ugorva, azt még azért elmondanám, nem tudom, ti olvastátok-e, engem minden esetre elgondolkoztatott Telek Andrással volt egy hosszabb interjú az egyik online portálon, és hát ő beszélt a maguk korszakáról, és ugye a 90-es évek focia, főleg válogatott focia azért úgy él az emlékezetünkben, mint amikor tényleg soha semmit. Tehát a válogatott nem jutott ki eseményre, volt, hogy még a csoport harmadik helyet se tudta megszerezni, és nagyon érdekes, hogy azt mondja Telek Manci, aki ugye a Fradinak volt a válogatott védője, hogy egyébként szerintem jobb játékosok voltak akkor a magyar labdarúgásban, vagy a magyar válogatottban, mint most, amit úgy sorra lehet venni, hogy valóban akár Lisztes, akár Halmai, akár Lipcsei, milyen klubokban játszottak, Rutka, Bundesliga, a Bajnokok Ligája szereplések, tehát hogy voltak akkor is olyan játékosok, akik a nemzetközi mércével mérve nem voltak rosszak. Lehet, hogy az edzői innováció és szakmai tudás hiányzott igazából, hogy mondjuk egy magyar válogatott akkor legalább kijusson egy versenyre, hozzátéve, hogy nem 24 csapatos volt még azért az Európa-bajnokság. Hát azért Csankkal eljutottunk egy pótselejtezőig, bárcsak ne jutottuk volna. Nagyon izgalmas volt, igen. 1-12 összesítésben. Az utolsó 3 érintésem, ami miénk volt a finnek ellen. Ha azok a meccsek a 72. percben véget érnek, akkor ki vagyunk akkor a világversenyen. Akkor egy másik sportág. Igen. Igen. Az biztos, hogy egyébként visszatérve erre a Telek nyilatkozatra, hogy néha mindig megnézem az 1991 januári szevillai Spanyolország-Magyarország mérkőzést. Mésző Kálmán volt a szövetségi kapitány, és nagyon simán nyertünk 4-2-re. És úgy futballoztunk, hogy az valami egész, nem volt tétmeccs, de akkor még Kovács Kálmán volt a francia bajnokság második helyzetje. Ott lőtt Lőrincemmel 2 gólt. Jean-Pierre Papin mögött. Kipu, a Rotterdamnak volt a gól királya. Tehát, jó, hát olyan... nyilván ez még azért az a generáció volt, amelyik világbajnokságon is járt, tehát nem volt ez akkora csoda, hiszen tudtuk, hogy akár Détári, akár Kiprik, Burcsa győzőt mondhatjuk, hogy nekünk kedvesebb játékosokat is említsük, valóban nemzetközi szinten is megállták a helyüket, valamiért mégis az egész magyar futball volt diszfunkcionális, mint hogy nyilván az is jó kérdés, hogy ez a válogatott, ez miért tud annyival előrébb járni, mint ahogy egyébként a magyar bajnokság szerintem jelenleg tart. De most akkor váltsunk egy kicsit témát, hiszen így is már 2/3 átbeszéltük majdnem a műsornak. Nem szoktunk, illetve méltatlanul keveset szoktunk a röplabdázókkal foglalkozni, pedig most már az elmúlt 2 évben folyamatosan épülnek bajnoki címre esélyes csapatok itt Fehérváron, a MÁV előrének köszönhetően. A női csapat ugye az elődöntőben kikapott az egyébként bajnoki címvédő és veretlen Vasastól, úgyhogy játszott a bronzéremért. A férfiak pedig most jutottak be az elődöntőbe, és mivel ők tavaly ugye döntőt játszottak, tulajdonképpen ez nekik az alapelvárás, ami érdekes sztori, hogy ugye volt itt egy zárt kapus büntetés a női csapatnak, amiért
kiderült, hogy az öltözőben hát az ellenfél képére még a negyed döntőben ilyen darcnyilakat dobáltak a lányok. Nagyon szeretem egyébként a darcot, szóval örülök, hogy ez szóba jött. Már így is szívfájdalom volt, hogy sose beszélünk. Tehát a lányok népszerűsítették a sportágat. Igen, ami egy nagyon különleges történet, mert egyrészt ugye, hát hogy derült ez ki, véletlenül rossz öltözőbe mentek be az ellenfél, a portás rossz öltözőbe irányította a Nyíregyházát, ők pedig hát ezen felháborodtak. A nagy kérdés számomra, hogy azért valahol tudjuk, hogy egy öltözön belül, hogy mi hangzik el, hogy hogyan motiválják akár az edzők, akár saját maguk, a tagjai magukat, hogyan hergelik fel, ez egy kicsit szerintem belügy. Tudjuk, hogy nem mindig feltétlenül etikus vagy sportszerű, de az, hogy egy öltözön belül marad, hogy azt mondjuk, hogy na, ezeket a rohadékokat leverjük, mint a poharat, ez benne van a sportban. Itt tulajdonképpen ez történt, hát nem volt szimpatikus nyilván az ellenfél, de hogy ezért zárt kapus büntetést, tehát kvázi a szurkolókat meg a klubot büntették, ez nekem egy kicsit ilyen furcsa történet volt. Biztos nem ezen múlt egyébként, hogy a jóval erősebb Vasas végül is győzött. Nem, de azért elvették annak a lehetőségét, hogy legyen itt néhány száz ember, aki tapsol a címvédő remek játékának, és esetleg lett volna Lokinak egy pici esélye arra, hogy hazai pályán netán fogjon egy mérkőzést. Én azt gondolom, hogy eléggé arcul vágták a fehérvári röpit ezzel a döntéssel. 1 milliós büntetés, oké. Tehát azért röplabdában ez nem kicsi pénz, azért tudjuk. Ha viszonyulásokat nézzük, akkor mondjuk ez fociba lenne 50 milliós büntetés, úgy satsz per kb. És ez maga eleve a sztori, tehát én jártam sok öltözőben, meg láttam sok mindent, és hallottam is sok mindent edzőktől maguktól, meg játékosoktól. Hát hogyha azt mind szankcionálták volna valamilyen módon, akkor itt azért majdnem minden meccsen, majdnem minden ellenfél ellen, vagy bárki ellen, bárkit lehetne szankcionálni, mert tényleg vannak ilyen motivációs eszközök, és ez a dárc sem egyedülálló. Nem is tudom, jó pár évvel ezelőtt olvastam valahol, egy francia csapatnál is hasonló volt, hogy az ellenfél legjobb játékosát dárc táblára tették, és ha az orrát eltalálták, akkor teli, ha szemeit, akkor kicsit gyengébb. Tehát ezek tényleg ilyen motivációs dolgok, tehát ezt ennyire vérkomolyan venni, és azt mondani, hogy hú, most akkor aztán ihaj-csuhaj, milyen nagy vétség, szerintem abszolút nem volt ez szükséges. Szerintem egyébként itt egyedül csak azt az embert lehet felelőssé tenni, aki felel a csapatért is, vagyis az edzőt. Tehát egy játékos nyilván nem lehet felelőssé tenni szerintem ez ügyben. Azt, hogy most egy edző ezt hagyja az öltözőben, vannak olyan motivációs dolgok, amiket nyugodtan meg lehet kérdőjelezni valóban, hogy nem sportszerű azt mondja az ellenfélre, hogy de ők nem is úgy csinálják, hogy az kikerül az öltözőből. Igen, tehát nem a külvilágnak csinálják. Volt egyébként feszültség a párhazban, nyilván ebből is fakadt, hogy azért nem volt jóban egymással a két vezetőedző, voltak feszültségek. A röplabda olyan sport, ahol ez nem tud megjelenni abban, hogy akkor oda könyök össze egyet, amikor nem látja a bíró, mert ugye a két csapat nem is találkozik egymással, a játékosok nem érintkezhetnek. Úgyhogy valahogy máshogy kell levezetni, nem úgy, hogy titokban adsz egy elefánt puszit az ellenfélnek. Igen, a Verebes Józsi csinálta ezt annak idején, jó, saját magától tőle hallottam annak idején, amikor mondta, hogy én úgy küldtem ki a Lagyvikot, vagy a Hírest, hogy megeszed vacsorára ezt a csögöt, és eltöröd a derekát, és leszakítod azt. Tehát, ez se sportszerű alapjában véve, de jól tudta motiválni a játékosok. Jól tudta motiválni a játékosok. Elhitette egy Híressel, egy Lagyvikkal, hogy ők Híressel azt is elhitette, nemzetközi szintű játékos. Közép-Európa legjobb. Pontosan. Mint a Preben Elker Larsen. És elhitték a játékosok. Igen, ez a vudobabázás, ez nem szerencsés. Pont arra gondoltam egyébként, hogy amikor egy sportcsarnok jelesül a VOK, nem csak sportcsarnokként, vagy nem feltétlenül akként üzemel, akkor a portás belehibázik. Ezt elképzelhetőnek tartom el az új jégcsarnokba, hogy megérkezik az ellenfél, mondjuk a Bolzano, és beviszik a volán öltözőjébe. Nem nagyon tudom elképzelni. Itt ez megtörtént. Az más kérdés, hogy tényleg vudubabázok, darcozok, szemgolyót találom el 10-es, hogyha a szemöldököt érintő 10-es, tehát nem biztos, hogy szerencsés, de kicsit ez el lett túlozva. Eszembe jutott pont, ezen gondolkodtam, hogy a görbicék egy montenegrói csapat ellen készültek a BL-ben 4 közé jutásért, és ott kiment az a videó, hogy görbic mezét körbeállják, összesározzák, ugrálnak rajta, és ezzel hergelik magukat, és ezen felháborodott a György, aztán nem lett zárkapu, meg nem lett különösebb szankció, elnézést kellett kérni a Montenegrói Egyesületnek, és mondták, hogy többet ilyet nem csinálunk, de ez is a hadviselés része, még csúnyább, mint amit lezajlott. Ezt én nem is tartom olyan súlyúnak, csak egyáltalán miután jött egy bejelentés,
ezért a szövetség úgy gondolt, hogy valamit lépni kell. Hát aki látta annak idején mondjuk Stojan Ivkovicsot játszani a pályán, az tudja, hogy olykor nem csak az öltözőben vannak azért olyan trükkök, amiket aki tudja, hogy megengedheti magának, az, és olyan alkat, az meg is fogja tenni. Minden esetre ugye a Vasas valóban ettől függetlenül nyilván jobb volt, és így a nők a bronzéremért játszhattak. A fiúk viszont ugye most jutottak be az elődöntőbe, ahol majd azt hiszem a Debrecennel fognak játszani. A másik ágon a Kaposvár döntőzése gyakorlatilag borítékolható. Itt a nagy kérdés, hogy lesz-e egy áttörés. Érdekes edzőváltás történt ugye szezon közben. Gyakorlatilag veretlen volt a csapat, úgyhogy nyilván nem az eredmények indokolták, de lehet, hogy még ennek is lesz szerepe abban, hogyha sikerül esetleg valami meglepetést okozni. Minden esetre számomra ez egy furcsa történet volt, hiszen Dávid Zoltánt úgy küldték el, hogy folyamatosan nyerésben volt a csapattal. Nem került ki ez ellentétben a dárcozása nem került ki az öltözőből, hogy mi volt az oka. Nem, de az biztos, hogy furcsa lépés volt. És hát eddig se pró, se kontra, hogy most jobb Omar Pelillo, vagy kevésbé jobb, majd az eredmények mutatják meg. De egy biztos, hogy nagy a kockázat a vezetők részéről, mert ha ezek után nem jut be netán a döntőbe a csapat, vagy ha be is jut, de ott megint sima hármasra kikap, akkor azt mondják, hogy ez most miért kellett, tehát mi értelme volt, mitől lettünk ettől jobbak. Tehát nagy a kockázati tényező. Mindemellett azt mondom, hogy a Kaposvár jelen pillanatban pont az az egy baróti valaki egyébként ellenünk mindig hozza rengeteg pontját, és nem tudnak vele mit csinálni támadásban, egyszerűen átüti a sáncot is bármit. Hogyha a barótit kiveszik a Kaposvárba, akkor sima Mávelőre győzelem, ezt kimerem jelenteni. Tehát itt lehet vudukba bázni, hogy sérüljön meg a baróti. Egyébként pedig kérlek, azt gondolom, hogy a jövő évi, vagy a múlt évi ezüstérem lehet igazából a fő cél, de nyilván, ha már eljut egy csapat a bajnoki döntőbe, meg a Loki tényleg egy olyan csapat, hogy amúgy alkalmas rá, ha a kocsi rendben van, ha a Pesti Marci rendben van, és mindenki hozza a legjobb formáját, akkor barótival is el lehet kapni a Kaposvárt, kívánjuk ezt nekik. Jó, kívánjuk. Óriási kísértés van, hogy Horog Lacival elkezdjék a kaposvári röplabdáról nosztalgiázni, hiszen gyakorlatilag ott nőtt föl Kántor Sanyiék árnyékában, még Japánban is követte ugye a legendás magyar röplabda királyt, de az adásidő most ezt nem teszi lehetővé, és sajnos a lokális meghatározottsága sem a műsornak, mert ez egy másik vár, nem Kaposvár. Viszont, megye. Viszont akkor tényleg beszéljünk egy másik legendáról, sajnos sokkal szomorúbb apropóból, ugye a hétvégén volt 15 éve, elképesztő még kimondani is, hogy ennyi ideje, hogy ifja Bocskai Gábor váratlanul itt hagyott minket. Méltó és szép megemlékezéseket láthattunk, olvashattunk róla, mai napig elképesztően erős és élénk az emlékezete, szerintem talán meg is határozza ezt az egész fehérvári hoki közeget, nem csak azáltal, hogy szobra van, vagy hogy róla nevezték el a most ugye ott hagyott jégcsarnokot. Úgyhogy most, hogy ilyen 8 percünk van gyakorlatilag az adásból, szeretném, hogyha kicsit is szubjektíve felidézzétek, hogy milyen emlékeitek vannak róla, és hát erről a tragédiáról, amit annak idején azért nagyon nehezen dolgozott fel az egész fehérvári sport. Hát Levi, neked gondolom azért viszonylag kevés. Hát igen, de egyébként nagyon örülök neki, hogy eleve ez az ötleted volt, hogy erről beszéljünk, mert azt gondolom, hogy bármilyen legendáról is legyen szó, vagy bármilyen komolyabb eredményt elérő emberről, nagyon fontos az, hogy az emlékét megőrizzük, és hát reméljük azért, hogy a csarnok elhagyatalával a fiatalabb jégkorongjátékosok se fognak keveset hallani Bocskairól. Hát biztos nem, ugye tényleg az emlékezet őrzi, és ugye benne van az akadémia nevében, az ő híres messzáma, a csapat nevében, minden létező módon, ami úgy mondom adminisztratíve lehetséges, megvan ennek a hagyománya. Nyilván sokkal fontosabb, hogy milyen személyes emlékeink, képeink vannak róla, illetve hogy valójában mekkora hatással volt ő a fehérvári jégkorongra. Hát nekem azt tűnt fel mindig már, amikor fiatalként, tehetséges játékosként, 19-20 évesként már hozták a Palkovics Krisztiánnal, meg azzal a horvát zalavári félre csapattal együtt az eredményeket, és a Magyar Kupát nyertek 92-ben, hogy már rögtön, tehát ő nagyon profinált hozzá, rögtön, ő nála nem volt kibúvó, hogy most holnap nem érek rá bemenni a tévében nyilatkozni, vagy nem edzésen se, tehát ő nem azt kereste, hogy most hogy lehet ki a médiát ki
kocolni, hanem azt jött, nyilatkozott, emberileg is nagyon rendben volt, rendes srác volt, bármilyen esemény volt, egy baráti foci, és meghívtuk, hogy gyere, egy kicsit játsszál velünk, dob fel a hangulatot, meg legyél ott. Jött, tehát ő mindig amiben lehetett, segített, és egy személyes élmény, nem sokkal a halál előtt volt nálam egy interjún rádióban, és egy fél órával az adás után csörög a telefon, nem tudtam felvenni, mert még adásban voltam, utána visszahívtam, és leizzadva, kétségbe esve mondja a telefon, hogy nézzél már körül a stúdió, mert nem tudok bemenni a lakásom, mert valahol elhagytam a kulcsomat. És végül nem nálunk lett meg a kulcs, de majdnem egy fél napig kint maradt lakáson kívül, mert elveszett a kulcs, és nyomozta ezt a történetet. Úgyhogy ilyen hát utolsó személyes történet maradt meg vele kapcsolatban. Pozitív személyisége is, és ez az állandóan a szája sarkában bujkáló mosoly, ez szerintem mindenkiben megmaradt. Nem is találunk róla jóformán olyan képet, ahol ne ez lett volna a jellemző. Igen. Nyilván, hogyha nem meccs közbeni akcióról van szó. Hát Laci, neked is nyilván rengeteg személyes emléked van. Igen, kiskora óta ismertem, tényleg az édesapja mondta róla mindig, még életében, hogy a fiam profi. Tehát a buli volt, ment elől, nem volt pardon, de ha meló volt, akkor is. Illetőleg meccsek előtt mindig két órát pihent, a szentírás volt mindenkinek, hogy a négy hívja nem fogja felvenni, és a meccset nem hív vissza senkit, majd utána. És érdekes volt, hogy amikor elhunyt, ilyen 3-1-kor az édesapja küldött egy SMS-t, nem is ért, én még ébren voltam, hogy idős Ocskai Gábor, és a Gábor 15 perce meghalt szívrohamban. És úgy nem is nagyon értettem, hívtam telefonon, kint dohányzott a teraszon, a fővárosi lakásban, ahol a menyasszonyával töltötte azt az éjszakát kis Gábor, ahol elhunyt, és olyan hihetetlen volt, és úgy napokig az ember nem nagyon tért észhez az egészből, és eleve a temetés körülményei, meg az utána következő időszak, és utána az első tétmeccs, elkezdtük a VB-t, az alcsoportos VB-t, jellemző még Gábor profizmusára, hogy Szaporóban megígérte, én ott nem voltam természetesen, a társaknak, hogyha feljutnak az ukránok ellen, akkor ő megmártózik a jéghideg vizébe a szálloda, nem medence volt, hanem egy szökőkút, és belement a vízbe, meg is fázott, de azt mondta, hogy hát, erről van szó, akkor ezt csináljuk. És akkor például az idősebbek, illetőleg azok az újvárosiak, akik a kis Gábor nagyon ellen volt a tetoválásoknak. De ott Pakvics is tetováltatott, a Gábor is, viszont volt egy ilyen fogadalomtétel, hogy ha feljutnak, akkor mindenki tetováltatja a Szaporot, illetőleg a VB-nek az emblémáját, és a kis Gábor ide a nyakszétjére rakatta a Pakvics a hónalja alá, ahogy mondták, hogy legalább nem látjuk, tehát, de megcsinálták. És volt ez a Klótenbe az első meccsünk a VB-n a szlovákok ellen, és akkor nekem itt kijöttek a könnyeim, haverokkal néztük a meccset, és jött a 24-es Palkovics, és megszoktam 15 éven át, hogy jött a 19-es. És nem jött a 19-es. És akkor így néztem magam elé, hogy akkor döbbentem meg, hogy hát Gábor meghalt. Tehát egy ilyen nagyon érdekes akkor villant be az emberbe, hogy hát más lett a világ, és hát valóban más lett a fehérvári jégkorong is. Hát két személyes emléke, és akkor ezzel zárjuk is az adást. Én nekem ez 2009-ben volt ugye ez az eset, én akkor voltam 49 éves, és életemben először korcsolyát húztam, a Velencei olyan gyönyörű tükörre fagyott, hogy ki kellett próbálni, soha nem korcsolyáztam, úgyhogy fölvettem, és hát ott csetlettünk, botlottunk, de élveztem, hogy ekkora terület van, ott lehet menni. Ez Agárdon volt, januárban, és megjelent Csicsó a menyasszonyával, jöttek ők is, kicsit szabadidő volt, és rám néz, és mondja, hogy hát nem megy valami fényesen. És mondom neki, hogy hülye vagy, hát most van életemben először, ja, akkor csináltatom a kék könyvet már is. És ez volt az utolsó személyes találkozásunk, és hát aznap, amikor meghalt éjszaka, én másnap reggel a Telesportnak a híradóját vezettem, reggel 7 órára kellett, hát még előtte 7 órakor kezdődött a műsor, és akkor egy hajnali vonattal kellett mindig felmennem Pestre, és állt a vonat, kápolnástjéken valami beragadt, tipikus MÁV sztori, és baromira izgultam, hogy nem fogok beérni a híradóra. És a déliben leszálltam a vonatról, rohantam, mint az őrült le a metróba, a metró ugye a Kossuth térre, és hogy szállok ki, kapok egy SMS-t Dézsi Zoli szerkesztő kollégámtól, hogy a Csicsó nekrológhoz találtok anyagot itt meg itt, és így megálltam rohanás közben, hogy milyen nekrológ. Tehát én bennem a fejemben az volt, hogy el fogok késni, úristen, rohanok, élő MTV. És úgy estem be, és akkor kaptam a hírt, hogy hát ezt be kell olvasni.
És akkor én mondtam be reggel a 7 órás híradóba ezt a hírt, mondták a kollégák, hogy hát olyan őszinte megrendülés, meg döbbenet volt rajtam, és mondtam, hogy hát egyrészt a világot se értem, hogy mi az, hogy hajnalba késnek a vonatok, mi az, hogy azért nem érek be, mi az, hogy meghal. Tehát minden egyszerre úgy zázódult az emberre, és ez a hír, ez életem legmeghatározóbb élménye volt, hogy ezt úgy kellett közölnöm, hogy én akkor épp a világot se értettem, amiben ilyen dolgok történhetnek. Viszont hát ezzel együtt azt hiszem mindannyian arra a mosolygós Csicsóra emlékezünk, aki valóban, mint egy egykori igazi nagy bibliai alak elvezette tulajdonképpen az ígéret földjére a csapatot, csak ő már nem léphetett be rajta. Ugye ez volt a szaporói csoda és aztán az a csoportos világbajnokság. Köszönöm szépen, hogy velem együtt felidéztétek, és a kedves nézőknek is a figyelmet. Egy hét múlva találkozunk ismét, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.